ahogy ígértem, Leány 1-es negyed döntővel folytatjuk a programunkat. Méghozzá az előbbi három fiú 8-a döntőből itt az elején ázsiai-európai harc volt. Hát akkor folytassuk a tendenciát. Velünk szembe lévő, fonákon szemcsével játszó, zavaró ütőborítással játszó tájvani játékos Chiu Shu Hua névre hallgató hölgy, ha ez innen nem is látszódik. És az ellenfele pedig Alena Lemmer, fiatal versenyző, aki nagy meglepetésre jutott be a legjobb 8-ba, és ők ketten már az éremért játszanak. 4-3 a tájvani hölgynek. Látjuk, hogy a fonákon, pontosan most láttuk meg, hogy a szervára egy ilyen lökő mozdulattal milyen zavaró labdát tudott nyomni idézőjelbe az ellenfélnek a fonákjára. Kellemetlen játékstílus, amit képvisel, nézzék meg, lerövidíti, csűri, csavarja, ahogy a köznyelv mondaná. Közben egyébként örömhírrel szolgáltok, nyert Lakatos Tamás 4-2-re, és ott van a legjobb 8 között, és a következő mérkőzésünk Lakatos Tamás sal fog folytatódni, egy francia versenyző lesz az ellenfele, ha minden igaz, úgyhogy e mérkőzést követően Lakatos Tamás küzd meg az éremért, ugye ő van már csak versenyben. Francia versenyző ellen kapott ki a nagyváradi Mercedes közben a legjobb 8 közé jutásért, tehát e mérkőzés helyett az ő következő meccsét adtuk volna, most beszélgettem vele, de azt mondta, hogy sajnos kikapott francia hölgytől, úgyhogy ő búcsúzott, tehát egyetlen leányunk sincs ott a főtáblán most már. Lassan ugye azért elérkezünk a végelszámoláshoz, ez a mérkőzés meg a következő is kis szünet, és utána elődöntők, döntők. Belőti a hálóba, de még mindig 9-5-je van Chiu Shu Huának. Kicsit fásultnak tűnik a német leányzó. Egyébként érdekes módon az egyes asztalon ugyanúgy német tájvani párharc van. Úgyhogy most külön kis mini háború alakul ki. Sajnálom, nem csak Európa és Ázsia, hanem külön Németország tájvan párharc, mint egy csapatmeccset látnánk. Felettébb érdekes. Ami még érdekes, hogy 11-5-re simán megnyeri az első szettet Chiu, úgyhogy nagyon sokat kéne itt változnia a német hölgynek ahhoz, hogy játékban változnia, hogy legyen esélye. Ugye egy ilyen játékstílus ellen azért kell egy-két szett, hogy az ember megérezze, hogy mit is kell játszani, milyen taktikát kell alkalmaznia. Szépen lassan üresedik ki a terem, mármint az asztalok, azért itt még mindig nagy az érdeklődés, most vannak a legjobb meccsek, ugye természetesen, amikor már csak a legjobbak maradnak. A német hölgy már jön vissza, úgyhogy egyetlen egy versenyzőnk van talpon, viszont Szudi Ádám is, mert ugye a páros döntőben ott vannak Lakatos Tamással egyetemben. Úgyhogy gyakorlatilag ketten vannak harcban. Lakatos Tamás még mind a két versenyszámban győzhet, első lehet. Az egyéniben sokkal nehezebb lesz, hiszen a párosban már csak egy meccset kell megnyerniük. Már csak ugye egy tájvani, hongkongi páros ellen azért megvan a kihívás. Nézzük a második szettet. Mit tud alkotni a német hölgy ezen a tájvani fiatal hölgyen, aki szintén azért nem egy aggastyán korú versenyző. Itt ifi között sem.
2-2. Jó pörgetés lett volna, de hát hamar lecsapta az ütője végét, belement a hálóba, vezet a tájvani játékos. Ú, de szép tenyeres terelés, 4-3. Hát ez csúnya szóval élve kivégzés volt. Bökte, 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 felszállt, beütötte. És még rímmeltem is 5-5. Nagyon nehéz lett ellene játszani. Egyből beüti, hogyha kicsit felszáll a labda. Az eredmény azért tartja magát a német lány, hát ha itt a szett végén azért valamit tud alakítani. Hét, hat. Nyolc, hat. Vezet a tájvani játékos. Próbálkozik a német versenyző, de úgyisten igazából én nem érzem az átütő erőt benne. Lecsúszik, 9-6. Hat most már. Ezt is majdnem visszadobta, 10-7. Három darab szetlabdája van azért. Hú, de jó kis szerva volt, oldalfars volt benne. És mellé tette a tájvani. Oha, meg egy csusza. 10-9. Aztán mindenit, hogy oda nyúlt és keresztbe betette. Nagyon szép megmozdulás volt. 11-9, 2-0.
úgy kezdődik a harmadik szett, ahogy a második be lett fejezve. Ellenállhatatlan ez a taiwani lány, játék szempontjából. Uff, 3-0. Hát nem lennék most a német játékos helyébe, hanem a Lemmer helyébe. Bocsánat. 3-1. Másik német-tájvani párharcon is vezet a tájvani 2-0-ra, úgyhogy lehet, hogy itt a végén házi döntőt láthatunk. Próbálta már leváltani, de szépen indította meg Lemmer. Három. Minden, ami egy kicsit felszáll, beüti. Beüti Csiu. Most is. Most például szemcsével terelte ki oda a fonákra a labdát. Hosszú volt. 7-3. Lehet, hogy gyorsan vége lesz ám ennek a negyed döntőnek. Hú, de szép tenyeres. Ez gyönyörű volt. Ebből kéne sokkal több Lemmer részéről. Most két hiba. 7-5. Nyolc-öt most már. Két-három pont most így beállt, annyival vezet mindig a taiwani. 9-6. Megvan ez a szett, akkor már szerintem teljes mértékben elveszti a hitét Lemmer. Még válogatott beli társa majdnem följött, ugye amikor játszott főtábla első vagy második körében, azt hiszem. De ez kicsit más kategória, meg más ellenfél. És visszaadja fonákkal. 9-8. Na. Egy kis remény. Remény folt. És elüti ezt is. 9-9. Egy kicsit butaságot csinált igazából, mert már gyakorlatilag rajta feküdt az asztalon a német leányzó. Eladja az előnyét most taiwani játékos. Megint netszet ad, és megint nem ő jön ki jó belőle. 10-9. Hát ki gondolta volna ezt 9-6-nál? Én nem. Ha!
De azért a szettet még nem veszti el a taiwani. 10-10. Szépen csinálnak pedig Lemmer ebben a szetben is. Bocsánat, poénban is. Hogy tereli a labdát. Igen, erre mondtam azt a mérkőzés elején, hogy úgy érzem, hogy nincs átütő erő. Egy ilyen pörit nem lehetne így leterelni, hogyha tényleg annyira meg lenne pörgetve. Lemmer pörgeti, de tényleg simán tudja kezelni ezt a taiwan. Viszont ez egy jó szerva volt. Ismét egyenlő 11-11. Taiwaninak van szett labdája. Nem tudott élni a német versenyző lehetőséggel, hogy szépítsen. De legalább most kiegyenli. 12-12 lehet törülközni. Hosszúra megy, ebbe például volt fals, azért ment hosszúra. Na nézzük akkor most ezzel a szetlabdával tud-e élni. Nem tud, 13-13. Sorsdöntő lehet, én azt gondolom, ez az egy-két poén, hogy kinyeri a szettet. Nem ért oda lábbal és kézzel Lemmer erre az sima egyszerű szervára. És ezt meg elrontja. 15-13, 3-0. Lemmernek most már nem sok esélye van. Úgyhogy a taiwani lány nagyon masírozik a legjobb négy közé. Még egy szett választja el tőle. Mindjárt jövünk. Német ponttal indul a negyedik szett. Kettő nulla. Három nulla, nem adja föl Lemmer. Hát szép lenne, hogyha ugyanazt csinálnám, mint a csapattársa. Három egy. Ki nem emlékszik, vagy nem nézte. 3-0-ra vezetett a német lány ellen. Egy másik, tehát az ellenfele, az aktuális ellenfele. Közvetítettük azt a mérkőzést.
a főtábla meccs volt, és följött 3-3-ra, és ott volt esélye is, de végül elbukta azt a mérkőzést. Viszont itt most 3-0 után gyorsan 3-3 lett. Poén arány van ugye. Vele a hálóba. Nincs meg a hite. Nincs meg a hite. Lemmernek. 5-3. Ez szép volt. 5-4. Hoppá, ez hosszúra megy. Tehát ha ezt pörgette volna az első, az jó volt, mert asztalra ment. Ha ezt pörgeti, akkor ráesik az asztalra, nem sikerült. 6-4. Amikor pontot csinált, nem mer. Persze volt belőle sok, de legtöbb pont ebből a pörgetés fonákra is nem tudta lekezelni ezzel a szemcsével. Egy nyeső mozdulatta az ellenfél. Amikor kialakul a labdamenet, akkor esélye nincs a német lánynak. 7-5. Simán oldalt vált, 8-5, 3 labdára az elődöntőtől Csiu. Nyolc-hat, szép fonák pörgetést láthattunk. Az is érdekes, hogy 8 között 3 német van. Egy fehér orosz, egy horvát, egy francia, és két tájvani. Kilenc hét. Kilenc nyolc most már. Na, lesz még egy kis izgalom itt a meccs végére, vagy lehet, hogy nem lesz vége a meccsnek. Megvan, 9-9. Nem adja olcsón a bőnyét, Lemmer. Nézzük, hogy bizonytalan lesz-e itt a végén, vagy elvállalja. Nem biztos, hogy bejön, de legalább elvállalja. Elvállalta, viszont okosan csinálta. 10-9. Elbukja ezt a szettet a tájvani. Szerintem csak maga alatt vágja a fát, mindjárt jön az ötödik szett.
Én még mindig egyébként azt mondom, hogy a tájvani lány megnyeri ezt a mérkőzést. De látjuk, hogy 3-2-re vezet azért a német lány, Lemmer. És tényleg, tényleg amit mondtam, hogy ez természetes és nagyon veszélyes. 3-0-nál egy ilyen szettet elbukni, amikor vezetett. Három az eredmény. Négy. Az egyik negyed döntő a lányoknál már véget ért. Tájvani hölgy tudott nyerni, ugye amit mondtam, egy másik német játékos ellen. Úgyhogy egy tájvani már ott van a négy között. A lányoknál még van egy fehér-orosz-német párharc, ugye itt a német-tájvani a mi asztalunkon. És egy horvát-francia párharc is még terítéken van és zajlik. 6-4-re vezet Chiu. Nézzük, hogy most is kiengedi a kezéből a győzelmet, vagy megnyeri. Elrontja, megint elrontja. Ezt is elrontja. Ezt is képes elrontani. Elég butának. Bután játszik ez a tájvani. Tehát oké, hogy ilyen szemcséje van, meg beütögeti, de ezeket mind meg kéne oldani már ilyen szinten. Véleményem szerint. Ezt is elüti. Ezt is elüti, ez mind zicser neki gyakorlatilag. És ezzel fölhozza Lemmert. Lemmer meg szépen a 9-es pályán, a surranó pályán már ott van, hogy 7-6-ra vezet. Itt van a szerencséje. 8-6. És egy kicsit bogarászik a tájvani. Szerintem nem tudja a szabályokat. A dupla is ér, most már, minden ér. Sajnos nem tudja. Na mindegy, most ez neki tesz rosszat szerintem. 8-6, ami biztos. Kicsit lelketlenül játszik ez a lány. És a német versenyző pedig szépen csinálja a dolgát és él vele. 10-6. Kicsit kizökkent a tájvani is. Nézzük meg, hogy már is ott vagyunk, hogy 3-2 az eredmény. Megint elüti. 11-6-3-2. Hát érdekes, érdekes ez a tájvani leányzó. Ő tudja. Mindjárt jön a 6. szett.
Az előző érdekes szett után nézzük a hatodikat. Ugye már amikor 3-0 volt, akkor is érdekes módon vesztette el a taiwani hölgy. Végig vezetett a szettben, aztán valahogy sikerült elrontogatni a labdát. Most Lemmer is egy kicsit vaktába lőtt. 2-1 Csiúnak. És ugye az előző szedben pedig gyakorlatilag megverte saját magát kétszer is, mert több zicsert is elütött, amit egyébként az első három szedben simán bevágott. Plusz még nekiállt ott nem valami nagy meggyőződése, de ott kicsit vitatkozni a bírósportásakkal, akik nem vették nagyon föl ezt a kis reklamációt. Saját magát összezavarva kikapott 6-ra. Hát ez volt az előző szett krónikája. A mostani pedig az, hogy fej-fej mellett haladnak, ugyanúgy rontogat a taiwani. Mint egy teljesen más meccset néznénk, ugye 3-0-ig. És most Lemmer szépen csinálgatja a pontokat. Ezt viszont szépen csinálta a taiwani, visszavárta a labdát, pedig ott volt egy olyan labda, amiben belenyúlt a német lány. Bátran megindította ezt a nyesett szervát, szépen csuklóval fölhúzta, meg is lepte Csiút, 4-4. Ezt is 2 méterrel az asztal mögé ütötte. Viszont itt most a szemcse hatásos volt. Kihúzta hosszúra, 5-5. Többi asztalon már 2 fiú negyed döntő is elkezdődik. 3, bocsánat. Már csak Lakatosék várnak ide a tévés asztalra. A égetéren ez a mérkőzés. 6-5-re vezet Csiú. Törülközhetnek 6-6-nál a játékosok. Még mindig 3 leány negyed döntő megy. És előti 7-6. 7-6 Lembernek. Az gyönyörű. Még meg is volt nyesve, oldalfals is volt benne ugye a szemcse miatt. Szépen csinálta. Csiú 7-7. Na nézzük, hogy most összeszedje magát annyira, hogy valahogy megnyerje ezt a mérkőzést. És ezt is el tudja rontani. Oldalváltásoknál vannak problémák. Itt a taiwani játékosnál 8-7-re vezet Lemmer. És be is pörgeti. 9-7. Ott a csusza. 9-8. Csak hogy még érdekesebb legyen itt a mérkőzés. Na most nem volt olyan, hogy most megnyeri simán a német ezt a szettet. 9-9. Most az idegek harca. Nézzük, hogy most hívére jobban. Talán, mintha élénkebb lenne Csiú most.
10-9. Mérkőzés labdához jut Csió. És meg is nyeri. Egy gondolat megfogalmazódott bennem, hogy vagy energiatakarékosan játszott Csiu teljes mértékben, vagy tényleg ennyire hullámzó volt a teljesítménye, nem tudom. Ez majd a későbbiek során ki fog derülni. Tehát tájvani, második tájvani is ott van a négy között. Hamarosan jövünk Lakatos Tamással, fiú negyed döntő.